Dobhártya. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit itt a Dobhártya 13. epizódjában, és megint meghívattam magam, bár a legutóbbi rész az a nálunk a próbateremben zajlott, a nagy része, ez most nem itt van, úgyhogy Boldog Tibinél vagyunk éppen a családi házukban. Hello, sziasztok! Ez még Debrecen, Tibi, vagy ez már nem Debrecen? Közép-Józsa jelenleg. Közép-Józsa, de az valamennyire Debrecen? Egyáltalán nem. Debrecenhez tartozik, ugye Debrecen városához, mindenhogy. Jelenleg vannak ilyen fals megmozdulások itt Józsán, és akkor ez most így el lett nevezve Közép-Józsának. Ó! Hát, hogy mindenhol vannak ilyen ellentétek, Alsó és Felső Józsa, meg Debrecen és Józsa, mindig szoktak lenni, így generálják maguknak az emberek, akár politikában, akár vallásban, és a többi. És akkor, amikor én a 80-as évek végén már így öntudatra ébredtem, és kezdett érdekelni ezt, hogy mi történik körülöttem a világban, akkor jött be ez, hogy az alsósiak utálják a felsősieket, és viszont ha kijön valaki Debrecenből, akkor közösen üldözik őket. Ó, hát ez repkül hangzik. Azt hittem, hogy ez az Alsó Józsa meg Felső Józsa, ez olyan, mint a magyar kertjogatot, hogy van az Alsó-Felső királyhez, és akkor ilyen igen, valami igen. Ilyesmi. Igen, egyébként a Tócó az, ami elválasztja a kettőt. Aha, ezt én nagyon sokáig úgy voltam vele, hogy a főút, igen, ez is ilyen hitbeli. És a többi. Egyébként pedig vannak olyan elgondolások, amikor azt mondják, hogy a Tokaji út, tehát még a Tócó után van egy párhuzamos ezzel a főútvonalra. Igen, Tokaji útnak hívják. Régen az ment Tokajba, átjött Debrecenből a Hastenkert mellett egy út, amit most már ugye az elkerülővel ketté vágott. Tehát az megszűnt, és úgy lehetett kijönni, hogy ahogy a Dobeldó utcán van a kanyar, ott megy kifele az út, és onnantól végig ki lehetett jönni Józsára. És az régen egy olyan út volt, amit Tokaji útnak hívtak, mert azon keresztül elindultak és mentek, mondom, Tokajba. Hogy a kastély amellett van itt Józsán egy kastély, az is emellett az út mellett van, nem a főútvonal mellett. Na hát ezt nem tudtam, úgyhogy akkor most Józsáról is többet megtudhattok, amellett, hogy egyébként nem biztos, hogy csak erről lesz ma szó, mert hogy Boldog Tibi barátom egyébként ütőhangszereken játszik, méghozzá hát egy erős pakolt, előkészült sok mindennel, lesznek itt kongák, dzsembe, három bongója is van, és mindenféle ütőhangszer, kütyű-mütyű, szóval Tibi egyébként aktívan és egy kahonyú, szóval egyébként aktív itt a debreceni és környékbeli zenei életben, mint kongás, de szerintem mesélj nekünk erről, tehát hogy most miben lehet téged látni, mik a mostani produkcióid, amiben te aktív vagy? Nem sok minden számszerűen, mert besegített néha a vidámdalmába, mikor már senkit nem találnak. Igen, megint diszkóba kongázok. Ezért. És ez show DJ, vagy ez? Ez show DJ. Show DJ. Tehát akkor te nem kimondottan egyel nem, vagy, nem, hanem? Nem vagyok hozzá kötve egyhez sem. Vannak, akiket jobban szeretek, vannak, akiket nem annyira, de dolgozni mindig szeretek. Uh-huh. És nekem engem mindig is ez a diszkóvilág. Én így kerültem a kongázásba is bele, hogy engem kimondottan ez a diszkós kongázás érdekelt. Még akkor nem is annyira a latin muzsika, vagy ennek bármilyen megfejtése, az akkori Ibiza sound volt. Most ugrunk egy nagyot az időbe visszafelé. Igen, ez 2000. 2000 környék. 2000 és környék. Maga a stílus az egy kicsit hamarabb jött Magyarországon, nem? Inkább az, hogy Kelet-Magyarországon jöttünk, és akkor hozzám akkor jutott el, hogy van ilyen. És mondjam el, hogy... Mindenképpen, de most ezt úgy kell elképzelni, hogy mit tudom én, éppen vagy valamelyik diszkóban. Így van. És megnyitom a színpadon, és érzed, hogy úristen. Te kurva menő ez a kongás csávó itt, ahogy püföli a dobokat, ez biztos kurva sokat csajozhat. És nagyon, de menő. És ki volt az az ember, akit láttál, nem is szemlék, hogy ki
100%-osan nem tudom megmondani. Van sejtésem, hogy például Olá Antika lehetett. Utána volt még egy, nem tudom megmondani a nevét a srácnak, aki ilyen művértőbe kongázott, a hangfogóklubot csinálta egy fazon is, annak a fia, az debreceni. Hangfogóklub, ez az, amiből lett... Mód is? Vagy... Ez a hangfogóklub, ez az, amiből a Perényi egy lett, amit így van, aztán... Így van. Amit bezártak, ugye, elhíresült romatámadások kapcsán, vagy igen, de hogy annak volt egy tulajdonosa. Valamilyen Péter. Mindegy, neki volt egy fia, és akkor őt is láttam még kongázni. És jó kiállású, vékony srác volt. Úgy gondoltam, hogy ez biztos kurva jó dolog ez a kongázás, meg amúgy is milyen kézzel dobolósú típus voltam gyerekkoromtól kezdve, idegesítve bele a felnőtteket és a környezetemet, de és akkor jött egy ilyen kérdés abban az életszakaszban, hogy nem akarok kezdeni magammal valamit, ezt a kérdést, ezt... Ki tette fel neked ezt a kérdést? Kulcsár Lali, Ödi. Kulcsár Ödi. Ő tette fel nekem ezt a kérdést, és... Aki egyébként, amellett, hogy dobol, egyébként igen. Egy kerékpár üzletet, vagy... Igen, vagy egy kerékpár voltot vezetett, igaz? Így van, ott voltam a... Debrecenben. Igen, ő akkor éppen aktívan nem dobolt. Volt egy tubfelszerelése, meg gyakorolgatott, de hogy akkor még nem volt zenekar, a jelenleg a Zikapi nevű zenekar. A nagy hosszú szakálló, napszemüveges csávók. Csávók mögött a szőke, parókás. Uh-huh. Jó. Igen, na mindegy, neki készülhetem azt, hogy így elindultam ezen a lejtőn. De néha azért felfelé lejt, nem? Vagy nincs olyan? Figyelj! Olyan pozitív dolgokat rakott hozzá az életemhez, amik nélkül nem lennék az, aki vagyok. Hogy volt ennek egy pedagógiai célzata, hogy ő engem erre akart elsodolni, ami aztán nem nagyon jött be, de az évek beérlelték ezt a gyümölcsöt, inkább úgy mondjam. A pedagógiai célzatra gondolsz, hogy ő akart ezzel valamit? Igen, hogy ne igyek annyit, ne legyek annyira akkor is, amennyit akkor ittam, hogy így minden nap, de hát az úgy az első időszakokban nem jött be, mert a társaság, amiből belekerültem, az megint csak fogyasztotta a kuhot. Két végén égette a gyertyát. Igen, így van. De a vége az lett, hogy itt vagyok, ahol vagyok. Hogy én igazából nem tartom magam egy se jó kongásnak, se jó semminek. De úgy néz ki, hogy megkerülhetetlen alakja lettem a debreceni ütőségnek. Ja, abszolút így van, igen. Ezt sok mindenkinek köszönhetem. Mind Tamár, mind a család. Megköszönöm Istennek. Kicsit bekezdünk ilyen. Igen, Oszkár D. kiosztógála. Igen, szobrocskát. Szeretném megköszönni. Igen. De hogy ma délben mondtam az asszonynak, hogy ez egy ilyen megtiszteltetés nekem, hogy eljöttél ide és csinálsz velem egy riportot arról, hogy én ezt csinálom, miközben én mindig nagyon kevésnek érzem magam abban, amit csinálok. Ez valahol egy ilyen önértékelési ízé, de... És most felteszek egy kérdést, akkor ezzel kapcsolatban, tehát te úgy érzed, hogy akkor te valamiért nem érzed magad elégnek, hogy jól értem, ebből a szakmában, vagy ezen a területen, itt a... Ez a készítődhető hangszeres történet. De nem is vagyok hajlandó tenni érte. És mit történne akkor, hogyha tehát magad számára akarsz megfelelni? Vagy tehát az a fontos, hogyha nem is tudom, rengeteg, mostantól kezdve iszonyú munkát, rengeteg gyakorlást, rengeteg, nem tudom, álmatlan éjszakát, ebből beleülnél, tehát tényleg nagyon sokat, irgalmatlanul sokat, és akkor a végén az lenne, hogy akkor
megveregett a vállát, és azt mondta, hogy na, most akkor megérdemeltem. Te sokkal... Ezt éreznél? Tudod, vannak ilyen hullámhegyek, hullámvölgyek, és most én valahol egy kicsit az alján vagyok. De én amikor eljövök egy buliból, akkor az nekem mindig egy olyan feltöltést ad, energiába, meg pozitív élményekbe, hogy azt mondom, hogy igen, ezért csinálom. Uh-huh. Azért csinálom, hogy a végén oda jönnek és meglapogatják a hátamat, hogy de az jóra jó voltál, és... Közben valami csipog. Lejárt a mosogató. Lejárt a mosogató, igen. Tehát, hogy egy... Megint. Hogyha egy családi házban vagyunk, ugye itt vannak ilyen mindenféle hangok. Majd kivágjuk. Most már nem lesz több. Hát... Szóval azért csinálom, hogy elkezdtem perkázni. Utána jöttek zenekarok. És a zenekarokkal sosem sikerült olyan sikerélményeket elérni, mint a diszkóval. Uh-huh. Úgy, hogy én tehát mondtam, hogy én kimondottan arra voltam ráfeküdve, hogy nekem azt tetszik. Neked mi a sikerélmény? Sikerélmény egy összekacsintás. Sikerélmény az, hogy oda jön valaki, relatíve normálisan, nem hóccal leszívva, és megdicsér, hogy olyan ember dicsér meg, akire azt mondom, hogy avadok valamelyest a véleményére. Uh-huh. Éppen ezért, hogy mondjuk nincs ember úgy nagyon teljesen. Vagy egy klub tulajdonos, akinek látom a szemén, hogy őszintén mondja. Uh-huh. Vagy a lemezlovász, aki a buli közben össze tud kacsintani, hogy érzem azt, hogy hol fogja kicsit megcsinálni azt a kiállást, vagy a ficsiét, amire rá tudok én is díszíteni, vagy tehát, hogy vannak olyan pillanatok, amiket elkapnak az emberek, és abból megvan az érzés, az a katarzis érzés, ami elkapja az embert egy jó koncerten, a flow. Vagy a stank, azt is szokták mondani. Igen, hogy elkap a flow, hogy nem arra kell figyelned, hogy felborítják-e a cuccodat, vagy nem, és hogy el tud vinni egyrészt maga a zene, és hogy utána, hogy vannak-e körülötted olyan emberek, akik észreveszik ezt, hogy amit te kurva jól érezted magad, és hogy jó is vagy, és erről kapsz visszajelzést, és a visszajelzés a lényeg. Egyébként ez egy nehéz világ, amit csinálsz, több dolog miatt is, szerintem. Tehát az, hogy diszkóban játszol. Az egyik az, hogy ennek az egésznek szerintem, de is már javíts ki a tévedek, de hogy az az egyik nehézsége, hogy nem tudhatod, hogy a közönség, akik ott vannak, tehát hogy mennyire, és itt mindig az alkohol vagy az egyéb tudatmódosító szerek, ezek valamennyire többé vagy kevésbé szerepet játszanak abban, hogy ők mondjuk adott esetben hogy vannak, nem tudom, mentálisan, vagy mennyire vannak szétborulva, vagy megcsúszva, vagy érzik jól magukat, nyilván az a cél, azért csinálnak mindent, hogy jól érezzék magukat, vagy kicsit letegyék a problémákat, és mondjuk ez, hogy egy buliba valaki oda jön, és amit mondtál is, hogy nem, tehát hogy mennyire nehéz ezt eldönteni, hogy mikor oda jön, és mondjuk mond valamit, hogy nem tudom, az alkohol beszél belőle, vagy nem tudom, két tabletta. Ez az egyik, amit én így érzek ilyen nehézségnek, meg hogy az egésznek van egy ilyen, nem is tudom, húz ez lefelé, vagy húzhat ez lefelé, egy ilyen közeg? Ugyanannyira, amennyire lefele. Ugyanannyira fölfelé is, tehát ez egy elég ilyen kettős valami. Az. Szóval erre próbáltam valahogy rákérdezni, hogy ez milyen ezt csinálni. Az a srác, aki az elején jól érzi magát, az lehet, hogy a végére borzalmasan, nagyon gyalázatosan érzi. Vagy ő jól érzi magát, csak közben meg vállalhatatlan az egója, és nem veszi észre azt, hogy az elején azért engedtem oda, mert jó fej volt, a végén meg már ciki. És akkor most már ott tartunk ilyen teljesen materiális dolgoknál, hogy akkor, és ez szintén a diszkózással jár, hogy mindig van olyan, aki oda kérdezkedik, hogy hogy próbáljam meg a kongját, tehát ez mindig van? Mindig van, és nekem nincs ezzel semmi bajom. Tehát nem vagy hangszerűs, hogy menjél már innen. Nem, az úgy van, hogy nem szeretem, ha belenyúlnak, mikor én ütöm. Aztán tökre érjük. Igen, az ha felnézek és mondom neki, hogy ne, akkor utána kiderül, hogy,
hogy ő most érdeklődik, uh-huh. vagy csak mindegy, csak belenyugják egy kicsit, mert van olyan is. Uh-huh. Igen, és az megy tovább, azzal nem tudsz kommunikálni, de ha még van annyira józan, hogy azt mondom neki, hogy gyere be, próbáld ki. És bejön. És mindig van, aki ezt, hogy azt mondja, hogy oké, olvasok, hogy sincs akkor. 5-6 ember, simán, bulin. Oda jönnek, és az esetek 99%-ában kiderül, hogy fogalma nincs se a ritmusról, se arról, hogy hogyan kéne megütni. Azért a utóbbi az sűrű, hogy nem tudják megütni a hangszert. Mm. Természetes módon, ezzel nincsen semmi baj, de hogy ezt meg kell tapasztalniuk, hogy tényleg 100-ból van 1-2 olyan ember, akire azt mondom, hogy meg tudta ütni. Na, és akkor mondom neki, hogy ezzel neked foglalkozni kéne egy kicsit. Uh-huh. Van egy kis ritmus érzéke is, és elég, ha csak a két kezét tudja használni. Igen, de mondom, az esetek többségében az van, hogy bejönnek, megkeresem a cimboráját, aki a közelben van, mondom, videózz le, vagy fényképezz le, vagy valami, és akkor megvan a sunshine, happiness. Főleg a happiness, és ugye nekem ez a feladatom a diszkóban, hogy ők jól érezzék magukat, és nem az, hogy én lebasszam őket azért, hogy fel akarod borítani a cuccomat, már megint igen, és nem vetted észre, hogy ezt a triolát, hogy amit öttem ki? Nem. De azért ez a hangszerborongatás is van? Tehát az is van, hogy túlkapja, és jön, és így borítja le, mert annyira vakon van. Van olyan. Elmegyek a vécére, és mire visszajövök, a két méteres gyerek, nem a színen van a lényeg, tele gyűrűvel a keze, és üti az új bőrömet, amit éppen aranyért vettem, és mondom neki, hogy ne csináld. És nem érti, mert már nagyon maga biztos a megfelelő cuccoktól. Ezeket le kell tudni reagálni. És úgy kell visszaállni a hangszer mögé, és ez a legnehezebb, hogy pozitív vagy. Hát ez tényleg nem könnyű. Az nem könnyű. Ez nagyon nem könnyű. Szabó Sanyfina mondta azt, hogy amikor felmész a színpadra, mosolyognod kell. Mert a közönséget egyáltalán nem érdekli, hogy neked milyen nyomorod. És ez, ami nehéz. Hogy úgy mosolyogjál odafent, úgy add azt, hogy te jól érzed magad, hogy közben mindegy, hogy mi van a lelkedben, neked kifele pozitív dolgot kell sugároznod, mert azért vagy ott, hogy ő jól érezze magát. Mindegy, hogy ő hogy állt éppen hozzád. Majd Szabó Sanyira szerintem rátérünk konkrétabban, de még a diszkóval kapcsolatban van egy kérdésem, hogy mennyiben van különbség, vagy van-e igazán különbség a között, hogyha mondjuk egy hangszeressel játszol együtt, mondjuk egy, nem tudom, egy gitárossal, és mondjuk egy DJ másképpen gondolkodik egyébként, vagy másképpen kell vele együtt játszani? Van különbség? A nagy különbség az mindig a helytől függ. A helytől függ, meg a DJ-től is függ, hogy van, aki nem tekint partnernek. Tehát nem mondják egy helyet magyarul, mit tudom, nem csinál olyan... Nem, erről van szó, hanem hogy te szükséges rossz vagy. Ja, értem. Én csak zavarom a szettjét. Van ez. Hát ez a... gondolkodjunk szélsőségesekben. Ez a legrosszabb, a legjobb az, amikor úgy tudsz játszani, hogy látod a másikat, látod a DJ-t, és tudtok kommunikálni a szemmel. Mert nem kell, hogy el tudjam neki mondani, hogy most milyen számot szeretnék hallani, mert az esetek 99%-ában úgy se játssza le. És tempót lehet neki mondani? Nem. Ilyet lehet mondani, de van olyan, aki kimondottan köti az edet a karóhoz, hogy már így is pörgünk, és 124. És már nem kérdezni. Igen, hogy ez a top. És 100-ról indulunk. De igazából ezek a reggaeton, meg mit tudom, milyen slágerek, ezek által, a latin budik, azok általában 100 körül indulnak. Az jó, az még talán mehet csöcsön. Igen, de ezzel indulni, és ebből felhúzni egy bulit, azt nehéz. Érted? Uh-huh. Én imádom a bachatát, mint táncot, érted? De
meg szét is lehet díszítgetni bongóval, uh-huh. de amikor már 20 percet játszol bongón, akkor az kicsit olyan az én... Valami váltás kell utána. Igen. És ezért van az, hogy kellene gyorsabb számok. Uh-huh. És nem mindig olyan az adott projekt, hogy lehet. Figyelj, mondjuk egy szálloda hajába csinálsz lunch. Jó, hát ott nem. Akármit, ott nem bírja, nem az el, mert nem. Uh-huh. Nem. Egyébként olvastad a hírt, most egy vagy két napos lehet a hír, hogy Csecsenföldön betiltották a gyors zenét törvénynek. Direkt elolvastam több hírportálon, és elég sok helyen lehozták, és a BPM szám megvan adva, hogy a fölött valami 120, nem akar hülyeséget mondani, de hogy a fölött így... Mindenki Deep House-t fog hallani. Szóval, hogy ott így mi történik, és gondolj bele, hogy akkor nem tudom, mentek a Csecsen turnéra, a DJ-vel, és akkor ott így nagyon kell figyelni, hogy nehogy fölé menj a Tibi, mert akkor itt kijön a rendőrség. 120,1 úr, és minden nyomukat megköveznek. A Csecsen börtönbe mehettek azonnal. Igen. Ami, hát nem tudom, én mondjuk lehet, hogy azt nem próbálnám ki. Nem annyira szeretném. Majd rájönnek, hogy a Csecsen himnusz esetleg magasabb BPM számmal szól. Uff, fejlődés gyertek! Nem tudom. De hát valószínűleg általában az ilyen dolgokat olyan emberek találják ki, akiknek semmi közük semmihez. Na jó, hát ilyenek mindenképpen vicces szerintem. Ezt igen. Most, az... ha a zenészekkel beszélek, ezt most mindenkinek fel fogom tenni, ezt a Csecsen és a BPM-es történetet. Na jó, oké, köszi így a válaszokat. És akkor, ha már itt említetted Szabó Sanyit, mindenképpen szerettem volna beszélgetni róla, mert hogy ő is egy ilyen megkerülhetetlen alakja volt, most már ugye csak múlt időben beszélünk róla, Debrecennek, aki a te életedben is egy fontos szereplő volt. Igen. Debreceni zene életben is, és hogy hogyan jött neked ő az életedbe? Hát ő volt az első mester, aki engem tanított kongászni, vagy egyáltalán hangszer közelbe engedett. Abba az időben volt más rajta kívül? Konkrétan, akit ismertem és kongás, nem. Nem, aki így elérhető közelségben lett volna. Nagyjából ebben az időben kezdett el Blasi is konkrétan játszani, tehát hogy akkor vettem meg szerintem az első hangszerét. Úgyhogy akkor jött neki a Premier Plan, és a többi nekem akkor jött az, hogy elkezdtem kongázni. Hát minden időmet, ami szabad idő volt, azt a próbaterembe töltöttem, azt megint csak köszi Kulcsár Ödinek, hogy volt. Ez az ő próbaterve? Ez a díj? Hát hárman fizettük, én úgy emlékszem. És ez hol volt helyileg? És melyik próbaterem? Ez még a Dészul udvar. Dészul udvar, szerintem én már nem jártam. Az most a... Nem, még akkor te kis Csikó voltál, és a mostani Füredi kapu, ahol van. Uh-huh. Igen, van ott annak a belső részén. Uh-huh. Ott volt egy épület, amit már szerintem azóta el is bontottak, nem tudom, csak valószínűleg. Igen, és ott volt a roksuli. És akkor egy... Ez mikor? 2002-3. 2002-3, és akkor te elkezdted a kongázni? Elkezdtem nála kongázni, de hogy még akkor még nem is a roksuli égiszín belül, mert ugyanabban az épületben volt a roksuli, ott volt a Kerozinnak a próbaterme, és a Kerozinnál volt akkor Sanyi. Uh-huh. Még a legendás Cosmo Norvi Schroeder a Kerozinban. Ez egy jó erős felállás volt. Ó, nagyon jó volt. Úgyhogy 2003 az egy... Szabó Zsolti, igen. Pont a napokban beszélgettünk erről egyébként, erről a... Nem tudom, valamiért feljött, vagyis sem tudom, de ezt még most nem árulhatom elni. És pont erről beszélgettünk, és szerintem mutatta is videóklipet, amit ott... ami ott készült, az az alufóliázott. Igen. Úgyhogy az mindenképpen nézzétek meg. Szóval a Kerozin is ilyen tiszta alufólia, az a szoba. És 2003, én abban az évben érjük csétisztem. Az újra itt van a karácsony, ha jól emlékszem, az a szám. Ilyen karácsony. Újra itt van a karácsony, falala van. Szóval ez egy, igen, a roksul is egy ilyen érdekes történet, mert
Szóval, hogy egy kicsit ilyen hányattatott sors volt, ha nem haragszatok meg, hogy ezt mondom, de hogy sokat kellett költöznie a szegény intézménynek, és akkor tényleg de volt egy csomó... De a kulturális életnek egy olvasztó tégeje volt, ami összehozta mind a stílusokat, mind az embereket. Igen, és ez most is így van, és ez jó, abszolút pozitív, úgyhogy ne vegyétek izének, tehát nem semmi pillanatban, nem szekellás volt. Igen, és akkor közben még ugye felmerült itt a Premier Plan meg Blasi, és csak ennyit akartam mondani így a nézőknek, nektek, vagy hallgatóknak, hogy Dobhártya 11. részben beszélgettünk Blasival, tehát hogyha ezt majd visszatekeritek, ott erről lesz egy kicsit bővebben szó. Igen. Szóval, Sándor. Igen, Sándor úgy került a képbe, hogy jött az ominózus kérdés, hogy nem akarsz-e kezdeni magaddal valamit kócsárőtitől, és a akkor az elérhető közelségben egyrészt Soci, mint dobos, és akkor, hogy akkor Sanyi foglalkozik Kongával, kérdezzük meg, jól meg lett kérdezve Sanyi, hogy hajlandó erre, tehát nem volt akkor egyetlen tanítványa sem, és akkor így lettem én. Uh-huh. És utána akkor jött Szilágyi, Tomi barátom, meg így belekerültünk néhányan a képbe, már a rossuli közelsége miatt, és azt hiszem eltelt egy fél év vagy egy év, és akkor így kerültünk be magába a rossuliba, hogy ennek legyen valami hivatalos formája. Hát, hogy aztán a már rossuli koncerten már felléptünk, de ütős tanszak meg nem volt, de hogy tehát, hogy egybe volt ez az egész közösség. Uh-huh. Na, így rossulisok lettünk. Szóval ez egy ilyen legendenség, mert igazából akkor alakult meg az ütős tanszak, mint olyan a rossuliban. És ez szerintem országos szinten is kuriózum volt az időszak. Egy csomó ilyen, a mai napig nincs is ilyen egyébként, úgyhogy ez mindenképpen egy ilyen jeles ír. Igen, Soderről akartam mondani, talán nem mindenki ismeri, Vajda Péter, igen. A Kovászki meg a Vega dobosáról van szó. Igen, a Budapesti Rupsulinak az igazgató. Így van, így van. Ez csak ilyen zárójeles megjegyzés. Információ. Oké. Meddig jártál egyébként Sanyihoz? Hány évet dolgoztatok ti? Amíg meg nem halt. Elég hamar. Mikor volt az ő balesete? Én úgy emlékszem, hogy 2004. Akkor tulajdonképpen egy évet, vagy egyből egy évet járt el hozzá? Hát nekem többnek tűnt, de hát... Ha csak a számokat nézzük, akkor... Igen, az egy elég makacs dolog, de igen. Uh-huh. És egyébként, tehát abban az időben, ha jól értem, akkor volt a kerozin, mint olyan, amiben lehetett élő kongát látni, hallani. Ezen kívül mi volt még? Tehát milyen volt az akkori zenélet? Neki ő is diszkózott. Ő is diszkó, tehát igazából igen. Te most azt folytatod. Nagyon sokáig az ő volt hangszerén játszottam. Az milyen hangszer volt? Te erről nekünk? Az egy main flow tune. Tehát az a fajta bordó, amin végigment ez az ezüst igen. Léc vagy vas. Igen, és az egy strawberry sunburst. Nagyon szép volt, ez egy borzalmasan. És kivásárolta meg a leulót? A nevét nem tudom, de a Carson Coleman-nak a billentyűse vásárolta meg azt a hangszert. Egy hihetetlen jó hangú. Tényleg csak szuperlatívuszokba tudok beszélni a hangszerről. Az egyetlen hátulütője az, hogy borzalmasan nehéz. Végig van vasalva, és ettől nagyon nehéz, és Debrecen városában vannak ilyen helyek, ahova cipelni kell hangszert, és úgy gondoltam egyrészt a diszkó miatt, hogy a fa meg a diszkó az nem biztos, hogy szereti egymást annyira. Egyébként soha nem volt ezzel semmi bajom. A bőr és a diszkó az már egy más tészta, de hát ezt is ki lehet küszöbölni borzalmas mennyiségű pénzzel. És tehát hogy sikerült, arra vettem egy ilyen műanyag bőrt, ami nem márkázunk, amitől én szerintem még jobb hangja lett a cuccnak. És aztán lett egy lehetőség, és akkor lecseréltem, hogy rájuk, ugye? Rájuk ők, ők már jövök száros testőek,
diszkóval sokkal szebb, jobban érvényesül, igen. Könnyebb megvilágítható, csillogós, illogós. Igen. Azért a szép oldal, ez is szerint. Amíg átverés, mert azt gondolod, hogy valamivel könnyebb, csak más a súlyelosztása, de hogy ez ugyanúgy nehéz. Ez ugyanúgy nehéz. Csak a felső és az alsó rész az külön készül, és az alja, az vékony, viszont itt felül, hogy a csavarok ne szakadjanak át, ha minden, ez szerintem van több, mint egy centi. És az üveg az nem könnyű. Ezt nem gondoltam volna. Hát, hogy... Megcsodol nekünk itt közelebbről? Igen, hogyha ezt így megfogod itt ezt a vasat, az úgy van kitalálva, hogy ez a középpontja, a súly középpontja. Wow. És ezt, ha látod, akkor ez nem vicces. És ha megfogod, a tömeg sem az. Megpróbálom. Én azt gondoltam, hogy ez sokkal könnyebb, de nem? Igen. Nem. De hogy itt az alja, ez kimondottan vékony. Aha, látom. Egy ilyen 3-4 milliméter, bocsánat, mint a fürdőkád, viszont a teteje az olyan nehéz, hogy a tokonát kellett rakatni, hogy hívják ott a fogantyút. Uh-huh. Ja, tehát hogy tudjad inni. Még egy dolgot láttam el rajta az előbb, mert úgy volt forgatva, hogy... Igen. Visszaforgatom, hogy jól láttam, hogy Raúl Rekov. Ez egy Raúl Rekov szép. Bizony, úgyhogy... Hát ez a pedig egy legendás ütőhangszeres. Igen. Hogy ez az üvegszálasak közül utólag megtudtam, hogy ez egy olcsó LP üvegszálas sztori. De hogy ez egy nagyon jó. Oké. Hát a Raúl Rekov az meg Isten nyugasztalja. Az kurva jó volt. Igen, egyébként nagyon sok anyag van fönt róla, meg vele kapcsolatban. Úgyhogy, ha valakit érdekel, mindenképpen oktató videók, meg minden a YouTube-on. Keressetek meg adatokban. Így van. Oké. Egyébként Sanyinak volt valami a tanítási módszerében, amire egy visszaemlékszel? Volt valami tipikus, voltak fontos gondolatok, amiről esetleg lehet beszélni, vagy érdemes? Én szerintem, ami fontos volt, az abban az időszakban a megfelelő alkoholfogyasztásnak köszönhetően átjött, azt elmondtam. Az oktatással kapcsolatban ő nem volt pedagógus, de hitt abban, hogy ha együtt játszunk abba, az sokkal könnyebben fejleszti az embert. Tehát akkor együtt játékos órák voltak, akár egy kicsit ilyen dzsemmelősebb? Inkább dzsemmelősebb. Improvizatívabb valami? Igen. Volt, amikor voltak sarokkövek, és akkor ebből volt a Battle Water, vagy hogy mondjuk, Water Battle. Igen, az ásványvizes. Az ásványvizes produkció az úgy jött össze, hogy annak voltak sarokkövei, hogy ki mit játszik, és az úgy volt összerakva. Az a project. Lettem is egy hangszert, ami ez ugye őszerepel benne. Igen. Ezt megmutatod nekünk, hogy... Nem nagyon tudok rajta játszani. Milyen hangja ez? Egy nagyon barátságos kis, ilyen afrikai... Az asszonyt szoktam beidegesíteni. Kanyomban se tudok játszani. Hat darab hang van rajta igazából, és a magasabb hangok között nem találom meg az átmenetet, és lehet, hogy csak technikai kérdés az, hogy egy faütővel könnyebben kijönne, de én nem vagyok nagy erős. És akkor ez még a Sanyi volt, az ő saját hangszere volt, és ennek volt egy párja, amit lassan elmúlt, hogy hozzánk került, aztán azóta is került tőle. Ő egy nyelves dob, ha jól emlékszem, nyelves fadobnak számít. Én először képzeld el, hogy Horváth Kornélnál láttam ilyet legelőször. Uh-huh. Vagyis lehet, hogy valami katalógusban, mert tehát én sem az internet korszakának gyermeke vagyok, úgyhogy az első ütőhangszereket, azokat én is a hangszerboltból elhozott katalógusok, tehát a papírra kinyomtott, és akkor lapozgattam, hogy úristen, mik vannak. És akkor abban láttam talán először ilyet, de már nem tudom, hogy milyen márkai volt, és aztán valami koncerten
Thunder Duo volt, és Horváth Kornélt láttam, hogy ilyen játszott, és szóval, hogy úgy, akkor úgy nagyon felfigyeltem, hogy de érdekes dolgok vannak világban, amiről így nem sok mindent tudok. Én akkor még új fejtói kis tűnökszerek, kis tanuló, csak valami, úgyhogy, na, oké. Szóval Szabó Sanyi, utána mi történt egyébként? Tehát Sanyi után te mit csináltál magaddal? Tehát hogy képezted magad, zenekaroztál, diszkózás, mi történt neked így a zenei életben? Nyilván azért ez egy nem lehetett könnyű, hogy elveszíted a tanárodat. Az egy elég nagy törés volt, Sanyi. Nagyon. Tehát a rövid idő alatt én úgy érzem, vagy úgy gondolom, hogy elég közel álltunk egymáshoz. Több minden történt egyszerre. Jött a feleségem. Meg megtaláltak zenekarok. Meg elkezdtem a diszkózást. Volt akkor már, belekerült a debreceni zenei életbe Laskai Viktor. Ő is kongát csinál, ő kongázott a akkori menő szórakozó helyen. Én meg akkor elkezdtem beleruházni ezekbe a dolgokba, hogy ugye én ezt akarom csinálni. Uh-huh. Hála az énnek Kriszta, a kedves feleségem. Igen, ő támogatott ebben teljes szélességgel, hogy ha már ezt tanulom, akkor csináljam. Új mesterem lett, akkor Kis István Szegál, a Talamba Ütős Együttes igen prominens személyisége volt akkor. Kiváló ütős, nagyon jó ember én szerintem. Ő tanított utána. Tehát ő vette át akkor a tanszakot rocksuliba, vagy hát nem rögtön gondolom? Igen, lehet, hogy kihagytam a sorból Marján Csabi. Csabi. Uh-huh. Szerintem Csabi később jöhetett. István. Szerintem. Hát ez már egy időrendi sor, nem elnézést kérek mindenkitől, nem készültem ezzel. Igen, Marján Csabinak rengeteg bosszút és fájást okoztam. én arra emlékszem, hogy nagyon sokat szenvedett velünk, hogy valamit össze tudjon hozni velünk, mert nem volt egyszerű. De akkor már elindult az, hogy nem muszáj minden órára sört vinni. Ezt a gondolatot én még nem olyan sokat hallottam, hogy nem muszáj. Nem muszáj, igen, hogy nem el lehetne. Megkért minket, hogy nem lehetne, hogy ne úgy jöjjek már, hogy sörrel a kezembe. És na igen, Pistivel már annyira belesüllyedtünk a diszkózásba, hogy képzeld el, én egyszer elvittem Pistit Egerbe, diszkóba kongázni. Atya Úristen! Az akkori kazamata diszkóba toltunk egy kongasót. Jó volt. Ez komoly. Jó volt. Igen. És hát szerintem én Pistivel be is fejeztem. Amikor ő eljött a rocksuliból, akkor én abba is hagytam. Uh-huh. Mert így a tanulmányokat, vagy igen, vagy Csabi után jött egy srác, aki szerintem kétszer volt, aztán ment tovább, mert nem volt neki ahhoz, mi túlságosan egyszerűek voltunk agyilag neki, vagy nem tudom, mi volt a nevét, sem tudom, körülbelül se. Azt is tudom, hogy utána... Igen, tehát hogy nem az csak egy próbálkozás volt, hogy gyere a rossuliba tanítani, és jó lesz, és nem volt neki jó egyáltalán, úgyhogy ment tovább. És utána jöttél te, szerintem. Huszti Laci volt előttem. Hát de Huszti Laci a hónunk alatt nőtt fel, tehát igen. Hogy a Huszti Lacit nem vehettem komolyan dobtanárként. Nem tudom, hogy ő Laci meddig csinálta, mert szerintem ő azt a feladatot kapta meg, hogy... Igen, Huszti Laci akkor lett dobtanár, mikor megkérdezték tőlem is, hogy nem akarok én tanítani a rocksuliba, és mondtam, hogy hát ez azért nagyon megtisztelő, de én úgy gondoltam, hogy már Istvánnak is, hogy diplomás emberek vagytok, úgy tanítotok. Én meg egy hülye kerékpárszerelő vagyok, még érettségem se volt akkor.
hogy tanítsam gyerekeket arra, hogy mit csináljon a kongával, amikor én sem tudom tulajdonképpen. Így jó volt elgondolkodni rajta, hogy majd esetleg tanár leszek a rosszul, de nem is én rám esett a választás, meg így örülök is neki utólag, hogy nekem erre nem kellett megmondanom. Igen. És idáig jártam a rósodiba. Utána volt az, hogy mikor már nagyon hiányát éreztem annak, hogy kéne valami okosítás, akkor mentem el hozzád. Az volt vagy két alkalom. Igen, ilyesmi. Igen. Kétszer-háromszor voltál nálam. Igen. 2016 körül. Igen, és már akkor is szerintem kiderült számodra, hogy nem vagyok egy sokat gyakorlós típus. És így én megrekedtem ezen a szinten, amin vagyok, és ami elég ehhez, amit csinálok. Lehetne ezt fejleszteni, meg néha jön is bele a fejembe, hogy akkor valamit ki kéne találni. Uh-huh. Az újabb dolgokat, amikor leülök és elkezdek gyakorolni egy kicsit itthon, akkor az mindig valamilyen latin muzsika, hogy megtalálok valamit. A rádióban, vagy internetes rádión jutottam ott. De most is Cezária órát hallgatok a munkahelyen, meg a Social Club. Buena Vista Social Club. Na hát az a véleményem, vagy úgy szeretnék meghalni. Ha érted, amit mondok, hogy ilyen öreg emberek lejönnek és játszanak a hangszereken, és jól érzik magukat. Nekem ez a fixa ideám, hogy olyasmi zenekarba szívesen játszani. Csak Debrecenben igazából az a problémám, hogy nem tudunk összehozni sok ütős, sem sok zenész egy olyan zenekart, amiben lenne három darab trombitás, harsanás valami, meg két-három ütős, egy darab dobos, ha muszáj, mert el lehet lenni anélkül is, meg egy nagyon jó bőgős, meg egy nagyon jó zongorista. Ez a Blasinak a csikómanya, de valahogy így kezdődött, de hogy az azért maradt annyi ember, mert hogy sok embert nagyon nehéz összeszervezni, a fúvósokról nem beszélünk. Igen, a csikó maradt, de hogy nekik volt egy ilyen... Tehát volt egy zenekarok, amiben számtalát játszottak, az megint más tészta. Ez az a, igen, abban játszottam Blasi előtt. De nem sokat élt az a zenekar sem. Tehát ami kimondott ezt a latin rockos számtalás vonalat vitte. Egyrészt az volt a felállás, hogy fiatal gyerekek játszottak be, nem én voltam az öreg. Uh-huh. Nem én voltam a zenekarvezető, hanem Valda Tomi. Ő a Vajna Péter Sodernek az öccse, egy zseniális gitáros. Igen, ő, az ő feladata volt a Santana. És ehhez énekeseket, vokalistákat, perkást, dobost, meg még fúvost is találni nem lehetett. Tehát, hogy nem tudtuk összehozni ezt a zenekart úgy, hogy teljesen 100%-ig lehessen játszani bármelyik Santana nótát, mert egyszerűen nem találtunk fúvost. A másik rész, hogy nekem akkor született a gyerekem, akkor voltak éppen fontosabb dolgok is, mint a szombaton vagy vasárnaponkénti próbára járás. A vasárnapi próbára járás és a diszkó hatnizás az teljesen kizárja a két egymást, hogy általában én azt mondom, hogy amatőr zenekarok próbálnak vasárnap délelőtt, mert szombaton este minden profi játszik, kivéve aki nem, de hogy a nagy rendezvények általában szombat este vannak, ha abból valamit te csinálni akarsz, akkor nem fogsz ebéd előtt vagy ebédidőben vasárnap próbálva menni teljesen 100%-ig beszámítható állapotban. És a Santánának lényegében elmiatt lett vége, de én azt nagyon szerettem, azt a zenekart. És olyan nagyon komoly zenészekkel játszottam együtt bennem, mint Rubócki Tamás. Ezt akartam mondani, Rubócki Tamás? Kovács Pisti volt a billentyű? Kovács Pisti volt a billentyű. Ez egy jó biztos csapat volt. És ők még gyerekek voltak, és olyan, tehát egyrészt a
felnézek rájuk, hogy mi lett belőlük, és már akkor is sokkal több gyakorlást és energiát tudtak belerakni abba, mint én bármikor, amikor még nagyon éreztem azt. Érted, hogy akkor is jobbak voltak. Kicsi gyereknek, hát akkor csinálta az emet szintű érettségét. Tomi. Érted? És akkor én meg előadóan én vagyok a komoly felnőtt perkás csávómat, én. A kis ujjában több ritmus volt, mint nekem az egész fejemben. Hát Tomival nagyon jó együtt játszani egyébként. Nagyon ügyes. Jó forma, nagyon jó agya van. És Pisti is nagyon terítás, hogy bár másodpercek alatt álltál egyik témából a másikból. Nem véletlenül szeretek én is együtt játszani Pistivel a minimum négyben. De Tom is volt már ott velünk, úgyhogy... Tomi majdnem helyettesített most a megint Debrecenen, de végül is... De majdnem. Végül is elmaradt sajnos. Úgyhogy az egy nagyon jó, szerintem az ötlet is jó volt, meg az egész. És sajnos, nem tudom, egyszerűen a város akkor olyan volt, hogy ez valahogy nem működhetett. Nem tudom, hogy ma működne. Egyébként a Fánkedvánc is valami ilyesmi volt, mert ott is, amikor a csúcsán volt, mert a szabad ilyet mondani, mert most a zenekar lehet, hogy nem tudom, ezután ki fog követni, hogy ilyet mondok. Nekem a Szírem Csücske volt az a zenekar ott játszani, és a csúcsot csak azért mondom, mert volt, amikor három fúvós volt, meg volt még vokál, tehát volt, amikor 9-10 voltunk a színpadon, és hát ott ezt a funk is vonalat vittük, ami nagyon jó volt, én nagyon szerettem, imádtam, de valóban ez mennyire eladható, mennyire fér be egy kicsi színpadra ez a formáció, és a próbáknak az összeszervezése, és tehát rengeteg kérdést felvetett, és egész sokáig erre voltak jó válaszok, de egy pont után már nagyon nehéz volt ugyanezeket összehozni. Tehát, hogy a nehéz a logisztikája, igen, a másik meg az, hogyha sikerül összeszervezni, akkor ennek a menedzsik cserése, hogy Debrecen, tehát hogy ott, ahol zenekart csinálsz, ott nem szabad fellépni, mert senki nem néz semmibe. Ha arrébb néz 30 kilométerrel, az utolsó faluba is elnézést, hogy ezt mondom, de kinyalják a seggedet, azért, mert te vagy a művész. Lehet ez az epizód címe, hogy kinyalják a seggedet. Kinyalják a seggedet. Jó, azt én megértem azt, hogy elmentem Abasára fellépni. Én nem voltam Abasára fellépni, csak mondom. Elhívtak. Kedves Abasáért, hello. Igen. Nagyon jó fej az Abasári közönség. Abasáron voltam fellépni, vittem magammal egy Alfred Sanko nevű nigériai vagy Sierra Leone-i srácot ütőzni. És volt. Honnan sikerült? Ő itt volt menekült Debrecenben. Úristen, és akkor most már visszakanyarodtunk oda, hogy rocksuli, mert hogy ő tanított is a rocksuliban, szerintem. Hát, vagy valami... Igen, de ott kommunikációs problémák voltak, meg az ember sem volt teljesen olyan, hogy lehetett tőle elszívni dolgokat, de ő nagyon nem volt pedagógus. Ő egy srác volt, aki tudott kongázni. Olyan ütéstechnikája volt, hogy atya úristen, hogy iszonyatos elemi erővel tudta ütni a hangszert, és nem izomból, hanem valami olyan technika, vagy nem tudom, jött belőle a csí, hogy igen, és egy eladható figura volt. Színesen öltözött, és a többi tiszta Afrika. Aha. Igen, elmentünk Abasára játszani, volt egy, a formációnak volt egy neve, és mikor vége volt a produkciónak, akkor ugye egyrészt kifizették a gázsit gondolkodás nélkül, nem volt alkudozás, hogy ez mennyibe kerül, nem volt kérdés, hogy mi kerül ezen ennyibe. És amikor vége volt az egésznek, akkor megkérdezték, hogy milyen port iszunk. Hát mondom, konkrétan semmiért, mert hogy megyünk autóval, de hogy szeretjük-e valamilyen bort. És mondom, hogy hát a száraz fehéret. És hoztak egy üveg bort nekem, ami fel volt matricázva, hogy mit tudom én, 2012, Abasár, mit tudom én, milyen napok, a Tabu Foundation produkciónak köszönette. De jó. Izi, polgármester aláírva. Hát, és megkérdeztem, hogy ez csak szárazfehérben van, van másban is.
mert hogy a vasárnagyi bor vidék, és akkor mondták, hogy hát van száraz vörös is, meg még volt még egy. Mert a kocsiba helyett egy rozé, igen, és akkor mondtam, hogy akkor elkérnénk mind a hármat. Hát. És hozták, és akkor utána még, gyere még itten, nem idettál, akkor sütötték a csirkét. Hát, csinálták a, igen, igen. Hogy nem az volt, hogy ott van a színpad, fel lehet menni, aztán ha szerencsénk van, akkor a technikus foglalkozik velem, meg és a többi, meg amikor felhívnak nagykegyesen, hogy jönni kéne játszani, arra gondoltunk, hogy eljöhetnétek, és akkor megmondom, hogy mennyi a gázs, akkor úristen, mi kerül ezen ennyibe? Hát ember, ez ennyit nem tudunk adni, és akkor ilyen viccösszegekről beszélünk, egy vízes többet kér arra, hogy kijöjjön elzárni egy csapot. De egyébként pont az a vasári bulinál léptem meg azt, megéltem, hogy felléptünk a vasáron, játszottunk 40 percet X összegért. És ezután játszottam egy 5 tagú zenekarral a Campus Fesztiválon, és a Campus Fesztiválos zenekar nem teljesen a 8-át, inkább a 7-ét kapta annak az összegnek, amiért a vasáron felléptünk. És az nem egy 40 perces műsor volt, hanem 2 óra. Egy összegyakorolt 5 órás, hogy hívják, az abasári hakni, meg egy 40 perces CD-re felvett diszkó alapra rákongázás 2 főre. Igen, ezek... Na ez az, ami fáj nekem a Debrecen zenei életben, és akkor 2012-ben még volt mire hova menni, meg voltak éjszakai szórakozó helyek, és most meg már nincsen annyira, de lépjünk ezen túl. Lépjünk túl, például most eszembe is jutott, hogyha csináljuk gyorsan egy weboldalt, ahova föltennénk, hogy van nekünk egy ilyen kongasunk, ketten csináljuk, és semmiképpen ne legyen odaig, hogy mi Debrecen, hanem nem tudom, kéne egy jó levő város, mondjuk mi legyünk... Oszló. Oszlóiak? Aha, az oszló. De akkor el tudjuk azt játszani, hogy nem beszélünk magyarul, hanem... Apám magyar volt, magyar mérnök, kiment dolgozni Oszló? És ott nem dolgozott nagyon sokkal. De... A anyukám Brünnhilda, akivel nagyon szerelmesek lettek. És nem lesz gyakos szerinted nekik, hogy nem. De hát Tibor? Édesapám ragaszkodott. Oké, szerintem megcsinálhatnánk. Sí. De a spanyolban jó. De akkor viszont nagyon-nagyon sok pénzt kell kérnünk, szerintem. Piszkos túl sok. Ez az, hogy messzire jöttem, de azt mondom, amit akar, hogy annyit kérsz, amennyit nem szégyelsz. Valamelyest. Úgyis te határozod meg, hogy mi az, ami... Hogy melyik polcra teszed magad, nem? Igen, hogy meg... Mennyire becsülöd meg magad? Mennyit élsz, igen. És mi van akkor, teszem fel ezt a kérdést, hogy ezen én is át szoktam esni, millió egyszer rágom át ezen magam, hogy azt mondod, hogy oké, tehát most már annyi minden túl vagyok, hogy én azt mondom, hogy szeretném magamat jobban megbecsülni, és azt is szeretném, hogyha engem jobban megbecsülnének az emberek, és azt mondom, hogy figyelj, összeraktam egy jó produkciót, sok munka van benne, tényleg jó, és azt mondom, hogy ez egy felső polcos. És ennek ennyi az ára. És hogyha elkezdenek, tehát jön az, hogy beragadok ennek a harmadáért, és hogy van ez a pont, amikor azt mondod, hogy hogy elmegyek annyiért, hogy elvállalom annyiért. Van ez a pont? Én úgy gondolom, hogy ezen a ponton átestem már ezelőtt 10 évvel. De tehát volt, hogy olyan azt mondtad, hogy oké. Amikor és gyere el TV, jó buli lesz, reklámozhatod magad, és hogy meg fognak ismerni az emberek, és hidd el, hogy jó lesz. És tényleg úgy van, elmész, jó buli van, főzünk egy nagyon frankós lambocot, és ezekkel Dunát lehetett rekeszteni a gyere el 5000-ért, meg mit tudom, küldünk érted valakit, tényleg már sok minden volt. Lesz mit inni. Ezeken a mondatokon már annyiszor vagyok túl, hogy borzalom. Igen. De ez jó, ez jó hívó szó. Egyébként én mindig mondok igent
ilyen macsó dolgokra, de nem mindenkinek. De nem mindenkinek. Tehát, hogy megvan az, hogy tegnap este ingyen játszottam. Tegnap este ingyen játszottam, hogy olyan lemezlovász cimborának az esküvő születésnapi partiján, aki engem beajánlott egy szórakozóhelyre, és onnan elég sok pénzt kerestem, mondjuk úgy. És szeretek vele együtt dolgozni, és emberileg is úgy gondoltam, hogy nem felkért arra, hogy gyere már ingyen, hanem hogy mondta, hogy ad pénzt, csak én ezt tudtam neki adni. Szerintem ez tök jó. Ez esküvő ajándékba, hogy ott voltam és játszottam. Igen, de hogy ha ő úgy gondolja, hogy én az jelenlétemmel emelem annak a rendezvénynek a színvonalát, akkor az nekem egy megtiszteltetés. De hogy valahova odahívnak azért, hogy valami olcsót tudjanak adni pluszba, és se előtte, se utána nem tudják megbecsülni azt, hogy én oda mentem, hogy bemegyek egy klubba, és az elejétől a végig nem kérdezik meg, hogy iszok-e egy vizet. És ez számtalan esetben van. Igen, és eljutottunk oda, amit akartam ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy ez sokszor amúgy a megbecsültségről, vagy a megbecsülésről szól, az, hogy mennyire tartjuk magunkat, vagy mások, mennyit nézzünk el a másiknak, hogy ő is valahova tesz engem, és hogy el tudom-e fogadni neki, hogy ő mondjuk eléggé lepakol. És én is úgy gondolom, hogy most ezen a ponton ezeket én nem tudom elfogadni. Tehát, hogyha ilyen történik, és már a gondolat megszületésének a pillanatában mondom, hogy nem. Igen. Tehát, hogy azt már is gondolja többire, tehát nem. Sehogyan sem. Mert nem tudom, szóval én is valami ilyesmit érzek. Ezt el kell érni, utána jön a következő lépés, amikor ezeket az embereket, akik ilyenek vannak körülötted, ezeket megpróbálod így valahogy egy burokon kívül rekeszteni. Hogy nem meglátni azt, hogy ő tulajdonképpen csak le akar húzni téged, nem anyagilag, hanem az energiáiddal, vagy nem néz semmibe, éppen azért, mert mit tudom én, ismer 20 éve, és akkor ő úgy gondolja, hogy az, amit csinálsz, az nem jó. De én 20 éve csinálom azt, amit csinálok, és ez egy eladható valami. És hogyha elviszem Tokajba, egy Katlan fesztiválra, vagy egy bármilyen rendezvényre, akár Budapestre, akár Győrre, vagy a Balaton mellé, ott igenis megkapom azt az elismerést, megkapom azt a kiemelést, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy pozitívan állnak hozzá, mikor megérkezel, hogy tudunk-e segíteni bármiben, hogy ki tud pihenni magad, mert messziről jöttél, és a többi, tehát gondolnak arra, hogy te úgymond vagy valaki, hogy te vagy a vendég, hogy te pénzt fogsz termelni az adott rendezvénynek azzal, hogy ott vagy, emeld a fényét, és a többi. Hogyha ezt nem becsülik meg, akkor igazából nincs miért csinálni. De ha igenis néznek valamibe, és ehhez az kell, hogy én átmenjek az ország túlsó felére, akkor én átmegyek tüzön-vizen keresztül. És volt is már ilyen, nem? Nekem most is van balatoni felkérésem. Játszok a Budapesten, rendszeresen játszok egy hotelnek a haljába, ahol nincs nagy nézőközönség, de annyi pénzt kapok érte, amennyit itt egy zenekarral nem lehet, nem, nincs olyan szórakozó hely Debrecenben, aki kifizetne egy zenekarnak ennyi pénzt, úgy, hogy debreceni vagyok. Hát igazán. Lehet, hogy ismered már ezt, vagy hallottad már valahol, hogy annyi pénzt debreceni zenekarnak nem szoktunk adni. Igen. Most végül, miután... Így magát a mondatot nem keresztül elpragózni. Igen, oké. Nem is régen, szerintem tavaly megkaptam ezt egy kicsit másképpen. És direkt nem fogok valami semmi izét, senkit nem akarok vele megbántani, meg ilyesmi, de hogy igen, tehát hogy ez elhangzott már velem kapcsolatban is, hogy de hát annyit kérsz, mint a budapestiek. És ezt hogy teheted? És hát így. Tehát, hogy
nem fogok bocsánatot kérni, úgy gondolom én senkitől. Igen, hogyha lemegyek Szegedre, akkor ugyanannyit tudok kérni, mint egy budapesti. Akkor Debrecenben miért nem? Erre mondtam azt, hogy a szülőhelyeden, vagy itt, ahol élsz, itt nem lehetsz proféta. Igen, a saját az anyagot. És van egy ilyen, de a várost körülvevő 30 kilométeres kör, ami hogyha kívülesel, akkor két kézzel várnak, hogy jaj, de jó, művész. Akkor még Mikepécs, még nem jó, hogy kiköltözött az emberek. Hát az még kevés, de nem kellek. Ja, hogy Debrecenben nézzenek, arrébb kell venni 30 dologat. Nem. A szüleim ott laknak egyébként, tehát bejelentkezek oda, hogy a lakcímkártyám van az, de ilyen, így ezt fogom feltüntetni, és innentől azt... Logisztikailag. Hát ez már működik, szerintem. Na jó, hát szerintem játszunk. Mit gondolsz? Jó. Kérdésület teszhetünk? Próbáljuk meg. Itt van a jó kis húsleveses doboz. Ez félelmetes. Rendkívül. Válasz 5-öt kérnek. 5-öt? Már 5 is, meg kicsit is. Mindenféle. Tegnap Barta Levivel úgy megkutyultuk, hogy most... Igen, most már biztos, hogy jó lesz. Szerintem jó kell, hogy legyen. Azt csináltuk, mint a Szerencse szombaton, csak mi visszafelé csináltuk. Aha. És ott volt a nagy tudod, aki tekert a hatos gömböket. Faszta. Kicsences. Na. Megtartanám meg. Egyik kezedben. Na, mit húztál? A 12-es. Melyik a kedvenc zenekarod? Úristen. Hát jelenleg a Depeche Mode minden körülmények között. Na, akkor ez egy könnyű kérdés volt. Igen, mert én mondjuk a hallgatott zenéknek a nagy része az most Depeche Mode tavaly. Tehát, hogy én voltam valamelyes Depeche Mode-os, de sose volt az, hogy ilyen nagyon külsőségekben. Én, amikor a mások Depeche Mode-osok voltak, én bonanzás voltam. De nagyon egyszerű a felállás, nem volt zene. Tehát, hogy nem. Csak a rádióból hallottam, ami volt egyetlen egy darab Depeche Mode számom volt, a People Are People, és hát azt rankesre hallgattam, azt az egy darab számot, de az alapján ugye nem lehet besorolni semmit. Hát igen. Zenekart, igen, azt se tudtam micsoda. Ez magunkazetta? Magunkazetta. Igen, úgyhogy ezt az évek. Majd 89 után, inkább 92 környékén jött az első a Violator lemez, amihez hozzájutottam, volt a 21 Depeche Mode-osos srác, és elkértem tőle. Oh. Igen, Karcsinak hívták, azóta sem tudom, hogy mi lett vele. Akkor köszi Karcsi. Igen, köszi, Depeche Mode. Depeche Mode, oké. Akkor jöjjön. Következő szám, nyerőszámunk a 13-as, a 12 után egyből itt a 13-as. Mit jelent számodra a művészet? Szerintem ezt megkapta Levi is, és Balassi is, és nem tudom mi van, ezt pedig megpróbáltam eltüntetni. Igen, de hogy igazából valami, amihez valamelyest van valamennyi közöm, de inkább nem. A művészet az amit nem én csinálok. Azt mindenki más csinálja, amit el tudok, akár képzőművészet, zene és a többi, amire felnézel. Zenébe az, amitől feláll a kezeden a szőr. Nem tudom, ezen kívül. Ami megérint. Művészet. Voltam valamelyik évben Spanyolországban, és ott megnéztük a királyi fegyvertárat. Nem a fegyverek az érdekesek, a páncélok. Amikor megnézel egy lovagi páncélnak a lovas részét, és a lovagi páncél lovas része olyan aranyműves munka van rajta, amit közelről nézel, és annyira pici részletesen a Lilium kidolgozva rajta, hogy az ász is nézett, hogy ezt most is hogy csinálnák meg, aha, de hogy az 1700-as években ezt hogy csinálták meg. Ez művészet. Hát ez mindenképpen. Ha egy itallal kellene jellemezned a mostani önmagad, yes, mi lenne az? Erre a kérdés, annyira büszke vagyok, hogy igen, ez nagyon komoly. Ez nagyon komoly.
Tényleg nem tudom. Talán egy whisky szódal sok gyümölcsel. Nem vagyok bonyolult, én úgy gondolom, de vannak ilyen kis pippangok benne, amik érdekessé teszik. Star Wars vagy Star Trek, esetleg Harry Potter, vagy Narnia, vagy a Gyűrűk Ura, mind. Mind. Mindegyik okés? Mind. Ha valakinek megszületik a gyereke, akkor hosszú és tartalmas életet kívánok neki. Ha... Ugye? Így van. Igen. Ha Dobos Perekást kell felköszönteni születésnapja alkalmából, akkor velünk van a mérő. Ugye az erőből ered, hogy a mérő legyen velünk. Harry Potter az... Expecto Patronum bármikor, bármire. Még a Dobber az jó, azzal lehet ilyen igen. Szíket csinálni. A Narnia, az félek meg, be kell menni a szekrénybe. A Gyűrűk Urára pedig annyi, hogy mindig éjszakról érkezek. Jöttömre, éjszakról. Számítsatok. Na és mi az utolsó? Az összes filmet figyelembe véve, ki a legjobb és ki a legrosszabb karakter? Hú. Ez nagyon jó. Én nem tudok válaszolni. A legjobb. Hú, ne. Ez kicsit az ötöm, hogy jó, és a rosszról akar szólni. Igen. Jó. Forrest Gump. Remélem, hogy ő a legjobb. Igen. Oké. A legrosszabbra nem tudok. Pedig ott szerintem nagy tolongás van a legrosszabb karakterekből. Én még Darth Vader-t is szeretem. Darth Vader-t én is, azért az elég menő. Nem tudom. Ilyen Freddy Krueger mondjuk, hogy ilyesmi. Freddy Krueger is jó volt, aztán megfőzték. Vagy nem volt annyira. És ott egy G, a kis izé maszkjába. Erről egyszer olvastam el a Péntek 13 összes részét, és én nem tudom, nem fogott meg. Vagy a pszichóban, amikor ott biciklizik a folyosón, kisgyerek. Vagy a baltában, amikor kelkedi a felségét. Nem, mert a végén megsajnál, amikor megfagy. Hát jó. De azért egy előbb klasszikus, tehát hogyha ugyanez Barátok közt, legrosszabb. Nem voltam Barátok köztös. Micsoda! Tehát akkor most itt ilyen Barta Zsoltok, meg ilyen Berényi Kft. Most az itt szóval. Mindegyiknek volt jó. Húzása érted, hogy ki az, aki nagyon kurva gonosz volt. Hát azért úgy voltak időszakok, amikor a... Tudod, van a Stephen Kingnek az a könyve, amikor az ápolónő szét alázza a csávó. Vagy van most a fúsba az anyuka. Nem láttam. Az a címe a filmnek, hogy Run. És azt hiszem mozgássérült a lány. De aztán kiderül, hogy annyi időt szerezi, vagy nem sérül. Vagy para. Igen, szükséget van rám, kislányom. Így megvan, akkor tudom, miről van szó. Na ott anyu. Na jó, az... Hát ő tényleg nem annyira... Igen, hogy nem tudod sajnálni. Nem, mert megértem, hogy egy jó választás, ezt kell mondom. Jó, hát akkor most, hogy minden kérdés megvan szó, tehát csak egy dolgunk van hátra. Szerintem zenéljünk egy kicsit. Mit szólsz? Jó, csinálunk valamit. Én kalmozhatok, mert hát én csak ezt hoztam magammal, tehát... Választhatsz már. De én most kalmoznák. Jó. Megint kell maradnék. Én fogok itt fel. Igen, egy infót nem maradt, amíg válaszolsz hangszert, vagyis olyan plusz info, amit el akartam mondani. Tehát a Szabó Sanyiról volt itt szó, igen. És hogy van egy bizonyos videóról, vagy egy videón elérhető, volt egy olyan rocksúli fél év záró koncert, amiről jöttek ezt az Einstein Díz, azt hiszem magyarra így lehetne fordítani, című
egy veleget, ilyen medlit, amiben a tanszak ütősei felléptek, és ez fent van a YouTube-on, az elérhető. Nem tudom, hogy Roksuli Évzenró, nem tudom, Pány tanítvány. Szabó Zsolt, igen, Szabó Zsolt videói között van. És ez ott megtekinthető? Tehát ez volt, amit mit tudom, egy jó pár perc ezelőtt emlegettünk. Csak azok kedvére mondom, akik esetleg nem tudják pontosan, miről is volt szó. Oké, tök jó, hogy ezekről a dolgokról elbeszélgettünk, és én már nagyon vártam, hogy a Sanyinak a neve felmerüljön, mert hogy majd neki szeretnék majd szentelni, lesz egy külön epizód is, ami róla szól, meg majd úgy választok beszélgető partnereket is, hogy ezek a róla vagy vele kapcsolatos témák elő jöjjenek, úgyhogy ilyenek még várhatóak a további vagy a közelgő részeknél, úgyhogy szerintem muzsikáljuk. Akkor miért már táncolnak? Vagy hogy valami? Miért már zenélünk? Egy klasszikus. Thank you.
benne voltál ebben is. Miközben játszottunk, amúgy nekem eszembe jutott még egy pár dolog. Biztos kimaradtak dolgok. Ez nem szándékos, úgyhogy nem akartunk szerintem senkit sem azzal megsérteni, hogy nem sértjük meg a műsorban. De most egy viccet félretéve, amúgy nem csak, tehát voltál egyéni órán nálam, de közben te a Debreceni Perka Klubnak te aktív részese voltál, vagy vagy, mert egy csomó helyen mi játszottunk együtt. Dzsembertől, Templomromnál, Zeleméren, minden felé mozottunk azért azzal, úgyhogy ott voltak. Igen, Debreceni utcazene fesztivál, vagy utcazene napok. Ott is voltak ilyen közös meccéspontok, úgyhogy volt ez már amúgy többször, meg nem tudom, volt olyan időszak, amikor az volt a fejemben, hogy csináltam ilyen workshopot, vagy kurzusokat, Kahon kurzus is volt, hiszen a Kahon kurzusok biztos, hogy ott voltál. Úgyhogy ilyen, voltak már ilyen közös megmozdulások, ahol így már zenéltünk együtt, úgyhogy ez nem tudom, valamire kimaradt belőle, és ahogy játszottunk nekem, akkor így bevillantak ezek, hogy az volt ez is, az is, az is, így volt egy néhány dolog. Nem tudom, még valami volt, amit akartam, de már most nem jut eszembe. Akkor lehet, hogy nem is volt annyira fontos. Azért szakadtam ki ebből a Berka klubos sztoriból, mert vettünk új házat, úgyhogy volt mit csinálni vele. Igen. Így az elmúlt két évben, de szerintem tavaly is voltam még az utcazenés megfejtésem. Így van. Tehát hogyha ha olyan időben van, ami nekem jó, akkor nagyon szívesen elmegyek, és ha jól tudom, április 10-én. De jó, lehet, hogy ez volt, amit kifelejtettem, április 10-én. Igen, április 10-én lesz valami közös megmozdulás. Lassival, az inkognitóban. Az inkognitóban várni mindenkit, nagyon sok szeretettel. Lehet jönni dzsemmelni, dubolni, perkezni, úgyhogy lesz egy ilyen. Igen, azok megint ott leszek. Igen. A kisákossal. Bár szerintem, mire ez az epizód kijön, addigra valószínűleg az már múlt időre. Igen, mert most több rész is görgetődik előre. És akkor utána a 24-én lesz a következő. Oké. Úgyhogy van esemény, van történés. Úgyhogy köszi, hogy ebben benne voltál, részesen voltál. Megvan, egy dolog kimaradt, és arra nem tudom, hogy érdemes-e még egy-két mondatot neki szentelni, hogy amikor elindult a Könnyűzene Központ, akkor te jártál oda is, jól emlékszem? Ó, igen. Ugye? Csak akkor még nem volt ott Perka, hanem csak dobfelszerelés volt. Csak dobfelszerelés volt, volt egyébként, már akkor is volt Konga. Uh-huh. Volt Konga, hangszer volt, csak talán kimaradt Szakadáti Mátyás a szenszelyek közül. Ő előről kezdte velem a dolgokat. Tehát olyan ütéstechnika, mit tudom? Nem ütéstechnika, inkább az, hogy számolás. Aha. Tehát annyira. Mondanám, hogy nagyon sokat köszönhetek neki, mondom is, mert olyan tanultam tőle kézrendezni, és a többi, és azt az egyfél évet azt próbáltam komolyan venni. Amíg oda jártam, de aztán én többet vártam magától az iskolától. Uh-huh. Mindig, ami miatt valami nem sikerül, az nagyon sokszor a logisztika. És akkor az a felállás, hogy a tanárok lejönnek Budapestről, és majd itten akkor okítanak minket, ez egy halva született ötlet volt, uh-huh. Úgy, hogy én vagyok az első tanítvány. Mármint a sorrendben, hogy mikor megérkezik, akkor én velem foglalkozik először, mert mindig volt egy kis csúszás, mikor megérkeztek, utána meg inni kellett gyorsan egy kávét, és akkor utána egy fél órás késéssel beül arra az egy órára, amit nekem tart, és a következő tanítvány már ott áll az ajtóban, mikor nekem még mondja, hogy mit kéne majd gyakorolni. Én erre mondom a logisztikát, mert amúgy emberek én nagyon kedves, meg jó csávókat ismertem meg. A felvételén együtt tudtam játszani Pókaergonnal. Beó! A Santanát játszottunk a Magic Woman, és ez egy életre szóló élmény. Kis lenyugosztalja Pókaergont. Beírod az életrajzodban? Mindenképpen, hogy akkor te együtt játszottam. Valahol felkerül beszélgetésbe az, hogy hobó, akkor mindazonáltal, hogy én annyira nem szeretem a Földes László munkásságát, a vadászatlemez az mondjuk, hogy te annyira alapmű, hogy rajta van a telefonon. Uh-huh.
az egy zseniális lemez. Tehát, hogy azt, hogyha a mostani fejeddel így elkezdett hallgatni, olyan témák vannak benne, olyan számolások, meg minden, olyan zene, hogy azt én szerintem mindenkinek meg kell hallgatnia egyszer. Én ezeket a kőbányom blues, meg mit tudom, én elismerem őket, és a többi, de ami így a hobó munkássága, meg a pókaegon, az a vadászat. Mindenféle mondani valójával együtt. Akkor igen, és ott az, nekem az volt a bajom, hogy akkor még mindig nem volt tisztázva az, hogy mikor lesz ebből iskola. Mert ez egy elég, akkoriban elég drága szakkör volt. Én úgy gondoltam. Azért, mert sajnálhattam azt a pénzt elkölteni erre. De egyébként nem volt olyan borzalmasan sok, csak egy gyangolóra ára egyébként. Nem kifizethetetlen, csak tudom, én nem szálltam akkor erre ennyi pénzt. Jó volt, mert megvolt a rendszer, gyakorolni kellett rá, mert másképpen nem tudtam a következő órára visszaszámolni a 2-3-4-5, mit tudom én, hogy volt ez, és mondom, ezeket a kézrendeket, ezt máshogy nem. Ha más nem, akkor legalább ott kigyakoroltuk. Volt egy, ami nekem nagyon bakancslistás volt, az, hogy a Audmaxba koncertezni egyet, hogy játszani ott. Hát neked szeneművészetisként ez nem akkora kaland, de hogy nekem kívülállóként ott játszani, az egy elég menő dolog volt, főleg úgy, hogy mondjuk azután nem következő zenekarban Tamási Berci játszott. Ja, tehát az izéről van szó, a Gála koncert, ami a Gála koncert, igen, ami a nagy teremben van. Liszterem. Ja, Liszterem. Liszterem. Uh-huh. Igen, az egy jó koncertterem. Igen. Na. De hogy az zeneművészet a nagy teremben játszani, az én szerintem egy... Van egy hangulata, ami egy ilyen érzés. Igen, igen. Ezzel kapcsolatban. Igen. Zenészként ott játszani, én szerintem megtiszteltetés, mindegy, hogy mit csinálsz. Jó élmény, igen. Nekem is értem, ezek ilyen emlékek voltak. Na, szerintem akkor ezen a jó élménnyel zárjuk le. Aha. Úgyhogy nem is tudom, ha megsértettünk valakit, akkor... Ez van. Nem tudunk senki. Jó van. És még jött elköszönnek, Tibi, van egy ilyen fontos rész, ami nagyon sokszor el szoktam felejteni, és ez ilyen... Ne felejtsetek el feliratkozni, megnyomni a like gombot. Ezek Spotify-on 5 csillagot adjatok, léci, ha lehet. Igen, feliratkozás, gomboknak a megnyomogatása, a megosztás, stb. Ezt mindig elfelejtem, és utólag fel kell vennem, szóval most remélem, hogy ezt nem... Gyertek Dobbszerdára. Kövessétek meg Krisztián. Meg Tibit. Ja, ha muszáj. Várom mindenkit. És sziasztok. Cső. Köszi Tibi. És ez még benne lesz, mert ez így olyan geg volt a fejemben, hogy ezt egyszerűen így nem lehet, csücs meg vissza, elfelejtettem. Ez egyszerűen annyira a fejemben élt, hogy Tibi, köszönjük. Igen. Tudod, hogy miért. A Tibi jó. Tibi különleges. Köszönöm szépen. Hogy az egészséget. Köszönöm szépen. Várjál, csinálni bőle. Dobhártya.